speciális székely ételként hoztuk a túrós tejfölös málét, nagyon nagy sikere volt, háromszor annyi lehetett volna, úgy álltak érte sorba. Mindenki kéri a receptjét. A töltött káposztát hoztuk, a morzsoltas kalácsot, a különböző töltött kalácsokat, almás, mákos, diós kalácsot, akkor kukoricalisztből készült prószát, sok minden volt, el se tudom sorolni, de nagyon hamar elfogyott. A fesztiválon a helyi kézműves szakiskola 4 szakmát próbált megmutatni az érdeklődőknek. Láthatóan nagy sikerrel, hiszen a gyerekeken kívül rengeteg felnőtt is kipróbált a kézügyességét. Kosárfonás, agyagozás és bőrdiszmű folyik itt az asztaloknál, és plusz mivel még megszervezték a madárijesztőkészítést, még azt is bevállalták itt egyes dolgozók, hogy a madárijesztőkészítést megmutatják. Mennyire vesznek részt ebben a gyerekek, vagy esetleg felnőttek is? Hát ez egy jó kérdés, elég vegyes a társaság, ahogy itt körülnéznek majd. Igazából mindenki, tehát nincs korhoz kötve, aki éppen jön, lát, leül, és nekiállhatnak nyugodtan a munkához. Tontam egy ilyen kosár. Komolyan? Meg is tudom mutatni. Itt van? Aha. Na hát. Anya abba hozta neki. Várjál, mert elfogyott a vesző, meg kell toldani. Kicsit visszatejtsük, mert nagyon vékony. És így mellé szúrjuk, jó? És amelyikkel lépsz, mind a két szállat visszatolál, jó? A vékony végével. Szintén újdonságként idén a szüreti fesztiválhoz különböző játékok is hozzátartoztak. Ilyen volt például a lopóverseny, vagy éppen a madárijesztőkészítés, ami persze minket is érdekelt igazából, hogyan készül. Nagyon egyszerű a dolog. Kell hozzá egy ilyen keresztvesző. Mindjárt veszek egyet. Amire ráépítek csuhéból, rongyokból, meg ilyen tojástartónak a papírjából készült kis kalap lesz a végén a fején, egy madárijesztő. Amivel jól el lehet riogatni a kertben lévő verebeket, gondolom én. Akkor úgy látom, hogy ez nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is tetszik. Jó játék, igen. A fesztivál legjobb zsűrije persze a közönség, így őket is megkérdeztük, nekik hogyan tetszenek idén a programok, miket kóstolnak meg és mire kíváncsiak. Bonyhádiak vagyunk, és a kislányom barátnőit jöttünk megnézni, ovisok, és néptáncolni fognak. Most pont ők következnek. Mennyire vagy elégedett az itteni fesztivállal? Nagyon jó, nagyon hangulatos. Az unokám táncol, és azért jöttünk le. A másik az, hogy a bort azt nagyon szeretjük, ugye, és a bonyhádi dalújának nagyon jó borai vannak, és azért érdemes egy-egy pohárral meginni. Mi lesz a későbbiekben esetleg? Nem tudom, hogy lesz-e itt este, bár részt vesznek azon is. Nem tudjuk, mert attól függ, mert 4 unokánk van, és mind a 4 itt van, és hogy meddig bírják ők. Joggal mondható, hogy az idei Bonyhádi Fesztivál hangulatosabbra és barátibbra sikerült, mint az eddigiek. A szervezők pedig remélik, a későbbiekben hagyományt tudnak teremteni újításukból.